Ez a fekete autó 10 éves, a lengőkart cserélik rajta. A mögötte lévő fehér személygépkocsi pedig már 13 éves, ezen is lesz mit javítani. Az általunk felkeresett autószerelő műhely szakemberei is azt tapasztalják, egyre öregedik a magyar járműállomány. Általában 10-12 évesek az autók, amik javításra jelentkeznek. Műszakállapotokat figyelembe véve elég lestrapált autókról van szó. Nem tartják figyelembe a kötelező gépjármű fenntartási előírásokat a gépkocsiknak a tulajdonosok. Ez azért van, mert drágák az alkatrészek, így a tulajdonosok költségkímélőbbnek tartják, ha nem, vagy csak ritkábban viszik el szerelőhöz járműveiket. Azonban az emberek az ingyenes járműellenőrzési lehetőségeket kihasználják. Nyíregyházán április 2-án a kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályának mobil műszaki vizsgaállomása díjmentesen üzemelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság közlekedésbiztonsági napján. A rendezvényel a gépjárművek és kerékpárok téli-tavaszi átállását segítették. Felhívjuk a figyelmet arra, megváltoztak az út és látási körülmények, nyilvánvalóan másabb sebességgel fognak közlekedni, talán kicsi óvatlanabbul, hiszen úgy gondolják, hogy tapad már az aszfalt, jó a gumi. Na, ezeket szeretnénk mi megvizsgálni, mind a gumit, mind a járműveket, fel vannak-e töltve, fel van-e készítve maga a gépjármű arra, hogy ebben a melegebb időben közlekedjen. Fel van-e arra készülve, hogy tavasszal azért esők jönnek, ablakmosó folyadéka van-e, milyen az ablaktörlő gumik állapota, hiszen ez nem csak télen fontos. A rendőrök valamennyi autóba nyári ablakmosó folyadékot töltöttek. A legtöbben örültek a segítségnek, az ingyenes átvizsgálásnak. 78 óta van jogosítványom, és én még eddig, hála jó Istennek, balesetmentesen vezettem, és mindig szerettek biztonságos autóval járni. Ugye, mert néha az unokáimat is kell hurcolni ide-oda, és az nem mindegy nekem, hogyha esetleg valami történik, mert különben május végén viszem a kocsimat műszakira, és kíváncsi voltam, hogy van-e probléma, mert úgyis akkor el kell, addig még meg kell javítanom, úgyhogy én így vagyok vele. A közlekedésbiztonsági napon nem csak az autósoknak kedveztek a rendőrök, a bicikliket is átvizsgálták, valamint ajándékot és hasznos információkat adtak a kerékpárosoknak. Láttam, hogy ki van írva, és gondoltam, megnézem, mi ez. Igazából ezért jöttem ide. Információt, hogy a bogdanem el van fáradva, vinnem kell szerelőhöz, mert egyből elszakadt, hogy meg be lett húzva. Az ingyenes vizsgálatra várakozók motorszimulátort is kipróbálhattak, a kisebbek pedig még egy rendőrmotorra is felülhettek. A helyszínen iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok segítettek, ők közlekedésbiztonsággal kapcsolatos színezőket és kirakókat ajánlottak az érdeklődő fiataloknak.